Sziasztok, üdvözlünk mindenkit. Hát sajnos elérkezett az a pillanat is, amit nem vártunk. Véget ért a háromnapos túránk. Norbi, hogy érezted magad? Alapvetően nagyon-nagyon jó. Nekem, ugye én először voltam ezen a tavon, és nagyon pozitív meglepetést okozott mind a tó, és mind a csaliaink. Ugye mind a ketten gyakorlatilag 2-2 ízvilágot próbáltunk ki, és én kipróbáltam az Easterend Creamet, illetve a Sweet Kopexet. Hát a Sweet Kopex az még talán mondhatom azt is, hogy a mindenféle várakozásomat felülmúlta, tehát döbbenet. Tehát úgy adta a halat, és ahhoz képest, hogy még behatósabban nem igazán használtam az Easterend Creamet, egy alkalommal talán, ahhoz képest az is egy egész pozitív. De ezt elmondhatjuk minden négy fajta ízről, mert ugye én a halasabb vonalat képviseltem, halasabb fűszeres vonalat képviseltem, mind a két ízvilággal sikerült halat fogni, mint itt a közelebbi távról. Mondjuk a darabosabbak azok bentről 180 méterről jöttek, egy kicsit melósabb pece volt, de fogtunk szépen. Mind a két taktika működött, a kevesebb etetés is, a több etetés is. Tehát abszolút jó volt, mind a mellett, hogy tényleg próbálkoztunk rövid távon, hosszabb távon, mindent húztunk. Azok a mélységek, amiket úgy éreztük, hogy jól fog működni, vagy hogy működhet egyáltalán, azok valóban működtek. Tehát előttünk a pálya, gyakorlatilag elindulunk, és az első 20-25 méter után bekapcsoljuk a haradart, akkor 7 métertől 22 méteres mélységig volt előttünk minden. És azt, hogy megtaláltuk 7 méteren, 10 méteren, 9 méteren a halat, és jó helyen kerestünk, ez nagyon jó bizonyítéke annak, hogy jó úton járunk. Ráadásul jól választottuk meg azt, hogy melyik távon, melyik mélységben, melyik csalival érdemes próbálkozni. Ez szerintem abszolút pozitív. Tehát ebből a három napból ebből lehet most meríteni. És tegyük hozzá, hogy az időjárás az nem kedvezett, mert... Hát, az nem. Az első nap háromszor. Most ugye jött hirtelen az eső után jött a fület meleg, de nem okozott csalódást a csali. Bíztunk benne, bíztunk a helybe, és eredményesek is lettünk. Abszolút. Egyébként nagyon jó volt, Vadna Parkban horgáztunk. Nagyon jó tó. Nagyon szép halállománya. Ezekkel a nagy mélységekkel tényleg nagyon nagy élmény a halak fárasztása. Ami kicsit furcsa volt, hogy talán nappal sokkal aktívabbak voltak a halak, ilyen délután 5 óráig. Éjszaka ugye nekem nyugodtak voltak az éjszakáim, neked nem, tehát azért fogtál egy pár halat éjszaka. Egy-kettő nem hagyott békén éjszaka, de igazából a nappali órák azok, amik jellemzőek voltak, hogy szinte óránként volt kapásunk. Nagyon jó kapások voltak, tehát nem csak ilyen kis masszatolós, csipogós valami, hanem felvette és vitte. Igen, és akkor ezek a 5-6-7-8 kilós halakból is fogtunk egy jó pár darabot, és konkrétan azt gondoltuk, életünk hala, attól függetlenül természetesen örültünk neki. Ugye bizonyítéknak jó volt teljes mértékben, hogy jó a csali, csak hát meglepődtünk, hogy ezekben a halakban mekkora erő van. Pár gondolom, szép amúrt is sikerült. 3-4 darab, 10-12 kilós amúr. Igen. Ezek a bojlik már nem szorulnak tesztelésre. Ezeket a holland gyártó már letesztelte, tehát kész bojlit kapunk. Nekünk inkább a tapasztalatszerzés, az információk gyűjtése a fontos, hogy minden egyes csalinkat a lehető legjobban megismerjük, és nyilván ezek alapján tanácsot és segítséget tudjunk adni a vásárlóinknak. Most egyik bojlink esetében sem használtunk sem boostert, sem egyéb attraktort. Klasszikusan tényleg, ahogy az acskóból ki, be a tóba, és akkor egy órán belül reagáltak mindegyikre a halak. Nagyon működött. Nem kellett semmit csinálnunk. Ugye azért 7-8-10 méteres mélységben, amiket horgáztunk, ott azért hát nem hiszem, hogy 10-12 foknál nagyon, 12 foknál melegebb lehet a víz. Nem valószínű. Hajnalok azok nagyon, hát elég hűvösek voltak. Tehát az éjszaka, ugye volt egy halunk, 13-14 kiló körül volt, fél egykor, olyan köd, meg olyan pára réteg volt a tó felett konkrétan, hogy körbe kellett néznem, hogy hol vagyok. Légnyomással se kezdtünk jól. Első nap panaszkodó horgászok, hogy nem fogunk. Majd gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy szerintünk már szereztünk egy vásárlót magunknak a szomszéd horgász személyében. Nem fogott semmit, átjött, beszélgettünk, és ugye fogtuk a halakat közbe,
miközben a mellettünk lévők közül senki nem fogott, adtunk neki csalit. És 10 perc múlva fogta bele a halat. Tehát, hogy megtaláltuk már első nap azt a csalit, vagy azt a kombinációt, amivel működik ez a dolog, és sőt, megnyertük, azt gondolom. Ő itt volt és látta ennek bizonyítéket, hogy ezek jól működnek. Így van, és a mai nap is kijött, hozott nekünk meglepetés ebédet, így van. Amire nem számítottunk, és még itt volt, addig 3-4 darab gyönyörű halat látott, ebbe volt 18 kilós, 14 kilós, 12 kilós. Ott voltak szép halak. Mert mondta is, hogy azt mondja, teljes mértékben bízik benne, hogy jó fog neki működni. A jövő héten hova megy? Koira? Koi 2. Koira megy horgászni. Reméljük sikerülés lesz. Kapott tőlünk egy kis ajándékcsalit, úgyhogy azt kipróbálja ott. Úgyhogy bízunk benne, hogy az ott működni fog. Mindenképpen. Igen. Várjál, mert jön föl nagyon. Megnézzük, hogy milyen. Egyelőre nagyon szépet mutat. Csak nagyon közel van a másik zsinórhoz. Én nagyon remélem, hogy nem csinálunk saját magunknak kapást. Ó, ez igen. Szépen dolgozik. Ismét a Sweet Kopex. A mai nap nagy favoritja ez, mert brutális, amennyi halat ma már adott. És tényleg nagyon jó az átlag súly is. Töves. 10 pluszos. Nem tükrös, ez már láttam, hogy... Juhú! Egy újabb gyönyörű. A forma lesz, mint a másik. Igen? Akkor tesóját megfogtuk. Mindenkit arra biztatok, hogy próbálja ki a csaliainkat, de előtte, ha van rá mód és nyitott rá, akkor keressen meg minket. Segítünk választani, segítünk a tapasztalatainkkal. Most már azt gondolom, egész sok tapasztalatunk van. Egész jó eredmények igazolnak minket itt az elmúlt egy év távlatából, tehát nem is számoltuk gyakorlatilag, hogy hány darab 20 felett itt fogtunk az elmúlt egy évben. Ebben volt ráadásul 2 darab 30 kg feletti is. Az eredmények jönnek. Érdemes kipróbálni, de kérjetek tanácsot, ne vakon vásároljatok. Keressetek bennünket Facebookon, megtaláltok, írjatok ránk Messengeren, hívjatok fel telefonon, segítünk mindenben, amiben tudunk. Jó kis horgászat. Akár a termékekkel kapcsolatban, bármivel. Örülök. Sziasztok! Köszönjük a figyelmet! Vásároljatok, próbáljátok ki, nem fogtok benne csalódni. Sziasztok! Sziasztok! Egy jó halacska, remélem rendes halacska, mert egyelőre nagyon idegesnek tűnik. Tudtam, hogy jó lesz! Hát szevasztok!